Új helyszínen tartották a 9. muzsiai nyári játékokat. A falu kijáratánál levő homokbánya környéke helyett ezúttal a Lehel Sportközpont adott otthont a rendezvénynek. Megpróbáltuk közelebb hozni az emberekhez, remélem, hogy ez sikeres, és mivel itt egy parkban vagyunk, ahol hűvös van, tehát megpróbáltuk ugyanazokat a dolgokat belevinni, ami ezzel eddig is voltak. Tehát ez legjobban egy a fiataloknak is, meg az idősebbek korosztályoknak is egy szórakozási nap. Az ügyességi játékok szervezője Bicók Tímea animátor volt. A résztvevők tudnak majd röplabdázni, pikádozni, korongot dobálni, kötelet húzni, gyorsan sört inni. A kicsik kipróbálhatják magukat logikai feladatokban, játékokban is. A vendégek között volt a Muzsjáról elszármazott Mészáros Mária is, aki férjével Sándorral egy világkörüli úton van. Faluban minden nagyon megváltozott, megnőtt a falu, az biztos. Nehéz volt kicsit fölismerni, mert 12 évvel ezelőtt voltunk itt, de azért itt-ott az utcanevek, meg ilyesmi ismerősek voltak, házak. Az e fajta rendezvényen szokatlan kikapcsolódásra is volt lehetőség, vagyis logikai feladatok megoldására. Próbálkoznak, és sikeresen próbálkoznak a könnyebb fajta ördöglakatok megoldásával, mint a szíves ördöglakat, vagy netán a zikrek nevezetű ördöglakat, de próbálkoztak a tangramoknak a kirakásával is. A rendezvényre a helyieken kívül a környező magyar lakta falvakból is érkeztek vendégek.